Háromfős csapatokat alkottak az aranykéziskola diákjai annak érdekében, hogy megtudják, melyikük a legügyesebb fodrász és sminkes közülük. Egy órájuk volt a versenyzőknek arra, hogy alkalmi megjelenést kölcsönözzenek modelljüknek. A megméretetés témája a vámpírok világa köré szerveződött. A két téma, amiben a versenyszámok indulnak, a Dracula csókja és a vámpírok bája, ezek korábbi projektjeinkhez kapcsolódnak, ugyanis vannak testvériskoláink a Kárpát-medencében és Erdélyben jártunk szeptemberben, ahol Dracula nyomát kutattuk az erdélyi városokban, és ehhez kapcsolódik tematikailag ez a rendezvény. A hagyományos versenyt a terület önkormányzati képviselője nyitotta meg, aki hangsúlyozta, az intézmény a szakmaiságon túl a nemzeti identitás fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Számomra ez nagyon fontos, hogy az identitásukra is fölhívják a figyelmet, hogy ugyan már legyenek büszkék arra, hogy ők itt Magyarországon lehetnek, de kimehetnek a nagyvilágba, mindenhol tapasztalhatnak szakmai dolgokat is, és láthatják azt, hogy melyik országnak milyen a történelme, milyen a művészeti háttere. Szóval olyan útravalót kapnak az életre, ami egy nagyon fontos dolog. A versenyen az aranykéz diákjai mellett Dunaújvárosból, Veszprémből és Győrből is érkeztek diákok. Az itt elkészült sminkeket és frizurákat elismert szakemberek zsűrizték.